Kukoriko, jó reggelt! Szól a kakas, ha felkelt. Ti is keljetek, mesekuckóba menjetek. Szerbusztok, kedves gyerekek, üdvözöllek benneteket. Rita vagyok, tartsatok velem ma is. Először is hoztam nektek egy képet. Szeretném, hogyha alaposan megnéznétek, hogy mit látok rajta. Íme. Nem tudom, hogy rájöttetek-e, ezért elárulom nektek, hogy a képen gombokat látok, nagyon szép, színes, díszes gombokat. Régen a népviseleteket ilyen gombokkal díszítették. Ezeknek a gomboknak van egy neve is, méghozzá pityke. Azért tartottam fontosnak ezt elmondani számotokra, mert a mese, amit ma választottam nektek, a mesében az egyik főszereplő a pityke nevet kapta. De hogy mi is történik a pityikével, azt hamarosan megtudjátok. Helyezkedjetek el kényelmesen, következik a mese. A pityike és a kökény. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy asszony. Annak volt egy pityikéje, meg egy kakasa. Amint a pityike a bokrok alatt kapirkált, talált egy szemkökényt. Le akarta nyelni, de a torgánokat. Szaladt a pityke a kakashoz, és kéri, hogy hozzon neki vizet, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A kakas szaladt a kúthoz, és azt mondja: Kút, adj nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A kút azt mondja: Én nem adok addig vizet, míg nekem nem hozol zöld ágat. A kakas szaladt a fához, és azt mondja neki: Fa, adj nekem zöld ágat, ágat viszem a kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A fa azt mondja: Nem adok addig ágat, míg nem hozol koszorút. A kakas szalad a koszorúshoz, és azt mondja: Koszorús, adj nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ad nekem ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A koszorú azt mondja: Nem adok én addig koszorút, míg nekem nem hozol cipőt. A kakas szalad a cipészhez, és azt mondja: Cipész, adj nekem cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ad nekem ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A cipész azt mondja: Én nem adok addig cipőt, míg nem hozol csiriszt. Szalad a kakas a macskához, és azt mondja: Macska, adj nekem csiriszt, csiriszt viszem cipésznek, cipész ad cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad nekem koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A macska azt mondja: Nem adok addig csiriszt, míg nem hozol tejet. A kakas szalad a tehénhez, és azt mondja: Tehén, adj nekem tejet. Tejet viszem macskának, macska ad csiriszt, csiriszt viszem cipésznek, cipész ad cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A tehén azt mondja: Nem adok addig tejet, míg nem hozol szénát. A kakas szalad a kaszáshoz, és azt mondja: Kaszás, adj nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad tejet, tejet viszem macskának, macska ad csiriszt, csiriszt viszem cipésznek, cipész ad cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A kaszás azt mondja: Nem adok addig szénát, míg nem hozol kenyeret. A kakas szalad a kenyereshez, és azt mondja: Kenyeres, adj nekem kenyeret. Kenyeret viszem kaszásnak, kaszás ad szénát, szénát viszem tehének, tehén ad tejet, tejet viszem macskának, macska ad csiriszt, csiriszt viszem cipésznek, cipész ad cipőt, cipőt viszem koszorúsnak, koszorús ad koszorút, koszorút viszem fának, fa ad ágat, ágat viszem kútnak, kút ad nekem vizet, vizet viszem pityikének, mert mindjárt megfullad a kökénytől. A kenyeres azt mondja: Nem adok addig én kenyeret, míg nem hozol fát. A kis kakas kiszaladt az erdőbe, szedett száraz fát, és elvitte a kenyeresnek. A kenyeres adott neki kenyeret, kenyeret vitte kaszásnak. Kaszás adott neki szénát, szénát vitte tehénnek. Tehén adott neki tejet, tejet vitte macskának. Macska adott neki csiriszt, csiriszt vitte cipésznek. Cipész adott neki cipőt, cipőt vitte koszorúsnak. Koszorús adott neki koszorút, koszorút vitte fiának.
Fa adott neki ágat, ágat vitte kútnak. Kút adott neki vizet, vizet vitte Pityikének, de Pityike már akkor megfulladt a kökénytől. Ez volt már a mese, most pedig szeretném próbára tenni azt, hogy ti mennyire figyeltetek. Néhány kérdéssel készültem a számotokra, jöjjön az első, segítségképpen sík bábokat készítettem a számotokra. Az első kérdésem az, hogy az alábbi állatok közül melyik volt, amelyiktől Pityike először segítséget kért? Az A válasz a malac, a B válasz a lúd, és a C válasz pedig a kakas. Adok egy kis időt, hogy gondolkodjatok. Tehát az itt látott állatok közül melyiktől kért segítséget Pityike? Ha jól gondolkodtatok, és hogyha jól figyeltétek, akkor biztosan tudjátok, hogy ez az állat a kakas volt. Jöjjön a következő feladvány. A koszorús mit kért cserébe a koszorújét? Talán tejet kért? Vagy esetleg csirízt? Vagy éppen cipőt? Ameddig gondolkodtok, elmondom számotokra, hogy mi is az a csiríz. A csiríz lisztből, illetve vízből készült ragasztó. Ti is kipróbálhatjátok otthon, nagyon jól lehet vele például papírt ragasztani. Jó, de most térjünk vissza a kérdésemre, amely az volt, hogy a koszorús mit kér cserébe a koszorújét? Tejet, csirízt, vagy esetleg cipőt? Hogyha jól figyeltetek, akkor tudjátok, hogy a helyes válasz a cipő. Jó, és még egy kérdéssel készültem a számotokra. Mégpedig azt szeretném kérdezni tőletek, hogy a kakas miért szalad be az erdőbe? Mit szedett ott össze? Talán egy koszorút? Vagy zöld ágat hozott az erdőből? Vagy esetleg száraz fát? Gondolkodjatok egy kicsikén. Tehát hogyan is ért véget a történet? Mit szedett össze a kakas az erdőben? Koszorút, zöld ágat vagy száraz fát? Ha jól figyeltetek, akkor tudjátok, hogy a helyes válasz a száraz fa. Ez volt az egyik játékom mára. Következik a mozgásos játék, amely a következő képen fog zajlani. Szükségünk van hozzá egy kútra, valamint a már jól ismert kakasra. Na most. A feladatod az, hogy amikor a kakast felmutatom, akkor szaladgálnod kell. De amikor felmutatom a kutat, azt azért áruljátok el nekem, hogy mire is szolgál egy kút. Biztosan mindannyian tudjátok, hogy a kútból vizet lehet kimerni. Tehát amikor a kutat fogom mutatni, akkor meg kell állnod, és meg kell innod egy pohár vizet. Jó? Tehát amikor kakas van fenn, akkor szaladgálsz, amikor pedig a kutat mutatom, akkor állj meg, és igyál egy pohár vizet. Jó? Figyelj! Lehet kezdeni szaladgálni. Indul a játék. Amikor mutatom a kutat, akkor mondani is fogom. Figyelj, kút! Kakas! Kút. Kút. Kakas. Még mindig kakas. Kút. 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 Bizonyára nagyon ügyesek voltatok. Ezt a játékot ti is otthon könnyűszerrel el tudjátok készíteni. Szükségetek van egy kúthoz, kútra, illetve egy kakasra. Azt kérjétek a szüleitek segítségét, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó kis mókás játék. Jó, és a mai napra még egy játékötlettel készültem a számotokra, mindjárt be is mutatom. Szintén egy kakasos játék. Az applikációt azért készítettem el ilyen nagy formában, hogy jobban lássátok, hogy könnyebben megértsétek azt, hogy hogyan is működik a játék elve. Nektek nem kell ilyen nagyba elkészíteni, azért mert elég sok helyet foglal el. Na most, a képen láthatok egy kakast. A kakasnak a begye kék színű, a szárnya szürke, a taraja pedig narancsárga. Ez az egyik kakas. Ennek a kakasnak láthatjátok, hogy a taraja narancsárga, a begyen lila,
a szárnya pedig citromsárga. Ezeket a kakasokat elhelyezem ide mellém. Így mi. Most pedig jöjjenek a kártyalapok. A kártyalapokból is én jelen pillanatban háromat készítettem el, de arra biztatnálok benneteket, hogy minél többet készítsetek, annál izgalmasabbá tud válni a játék. Na most, a kártyalapokat le kell fordítani természetesen, és húznotok kell egyet. Egy olyan kártyalapot húztam, melynél azt jelöli a narancssárga szín, hogy a kakas taraja narancssárga kell, hogy legyen, a kakas begye kék, illetve a kakas szárnya szürke. Olyan a kakastát keresnetek, amelyre ráillik ez a feltétel. Gyorsan szétnézek, és már meg is találtam azt a kakast, amely megfelel az alábbi feladványnak. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon egyszerűen és könnyen elkészíthető játék, és otthon esténként a családdal egy igazán jó időtöltésnek felel meg. Arra biztatlak benneteket, hogy készítsétek el otthon ezt a játékot. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, most pedig következzék a kézműves foglalkozás. Kedves gyerekek, a mai kézműves foglalkozásunk alkalmával egy kakast fogunk elkészíteni. Mindjárt meg is mutatom, hogy hogyan fog kinézni. Íme. Igazából nagyon kevés eszközre lesz szükségünk. Piros színű temperára, fekete, piros és narancssárga színű filcre, valamint ecsetre, vízre, esetleg szivacsra, de az ecsettel is megoldható a maga a festés folyamata, valamint egy eszközre, amire kinyomjátok a festéket. Na most, hogyha véletlenül nincs otthon temperátok vagy vízi színesetek, ebben az esetben sem kell aggódnotok, színes ceruzával is elkészíthetitek a tenyeretek lenyomatát. Kezdjünk hozzá! A piros színű temperát kinyomjuk egy kis edénybe, egy kis műanyag felületre, és egy kevés vízzel felhigítjuk. Ezt a festéket felvihetitek ecsettel is, felgyorsítsuk a folyamatot, én most szivacsot, egy szivacsdarabot fogok felhasználni. Mutatom nektek. Szépen bemázolom piros színű festékkel az egész tenyeremet. Egy picikét kevés festéket nyomtam ki, ezért szükségünk lesz még egy kicsire. Befestetitek a jobb vagy a bal tenyereteket is, ahogy nektek könnyebb, ahogy nektek jobban megfelel. Ismét egy pici vízzel felhigítom a festéket, mert így nagyon sűrű lenne, és akkor már következhet is a szivacs segítségével bemázolom az egész tenyeremet pirosra. Az előbb nem említettem nektek a fehér lapot, de azt hiszem, hogy az minden háztartásban megtalálható. Tehát most, hogy befestettem a tenyeremet, rányomom egy fehér lapra. Jó erősen rányomkodom, majd elveszem. Előfordulhat, hogy csak részenként látszódik meg a tenyeretek. Ebben az esetben az ecset segítségével egy picikét befedjük, eligazítjuk ezeket a részeket. Ha jobb kezesek vagytok, érdemes a bal kezeteket befesteni, mert akkor utána a jobb kezetekkel már rögtön tudtok festeni is. Így. És akkor kitöltöm az egész részt. Amit elkészültem, megmutatom nektek. Amíg szárad, kiszaladhatok a mosdóba, lemoshatjátok a tenyeretekről a festéket. Én ebben az esetben csak egy törlőkendő segítségével fogom a festéket eltávolítani a kezemről. Jó. Előre már elkészítettem egy lenyomatot, amely meg is száradt. Nincs más dolgunk most, hogy megrajzoljuk a kakasunknak a csőrét, megrajzoljuk a taraját, a szokját, illetve a lábait. Narancssárgával megrajzolható az egyik, illetve a másik lába. Mindjárt megmutatom. Így néz ki. Pirossal megrajzolhatjuk a szakját, a taraját. Szép nagy taraját rajzoljatok a kakasnak.
Narancssárkával lehet a csőrid, de akár piros színnel is megrajzolhatjátok. Feketével pedig megrajzolhatjátok a szemét, valamint a szárnyát. Igazából ennyi lenne a feladatunk, és már el is készült a kakasunk. Arra szeretnélek még megkérni benneteket, hogy a szüleitek segítségével írjátok rá az aznapi dátumot, amikor készült a kézlenyomatotok, mert később, évek múlva meg tudjátok nézni, hogy mennyit nőtt a kezetek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, várlak benneteket a jövő héten is. Sziasztok!